A bíróság előtt maszkban várakozott a tárgyalására Demeter Márta. A maszk használata kötelező, a kézfertőtlenítő használata kötelező. A bíró figyelmeztette a megjelenteket a járványügyi szabályok szigorú betartására, majd amikor mindenki elhelyezkedett, közölte, a sajtó és a hallgatóság nem maradhat a tárgyalóteremben. A bíróság zárt tárgyalást rendel el. Még aki akar fotózni egy fél percet, és utána viszont jó, arra kérem, ütemezettel mindenki távolodjon. Demeter Mártának azért kell bíróság elé állnia, mert 2018-ban a Facebook oldalán azt közölte, hogy a dokumentumok szerint Orbán Viktor 14 éves lányát a honvédség gépe hozta haza Ciprusról. Azt írta, az urizálás magas foka, míg a katonai váltáshoz bérelni kellett gépet, a miniszterelnököt és családját bármikor kiszolgálja. Az ügyben a belügyminisztertől és a honvédelmi minisztertől is választ várt. Csak hogy kiderült, nem a miniszterelnök, hanem egy külszolgálatát befejező katona és 2 éves kislánya utazott a gépen, és csupán névazonosságról van szó. Demeter Márta, mondjuk úgy, hogy hülyét csinált magából az egész ország előtt. Így reagált akkor az ügyre a Fidesz frakcióvezetője, a párt több képviselője pedig feljelentést tett. Az ügyészség hivatali visszaélés miatt emelt vádat, szerintük a képviselő titkos honvédségi adatokat adott ki, 2 millió forint pénzbüntetést indítványoztak, ha Demeter Márta lemond a tárgyaláshoz való jogról, de ezt a képviselő elutasította, arra hivatkozva, hogy nem követett el törvénytelenséget. A zárt tárgyalás után Demeter Márta a Híradónak azt mondta, csak a munkáját végezte. Képviselőként a legfőbb feladatom az, hogy ellenőrizzem a kormányzatnak és az állami szerveknek a működését és a közpénz felhasználását, és látszik, hogy az ügyészségnek a vádirata az egyértelműen annak a politikai akaratnak a bizonyítéka, ami most Magyarországot vezeti. Arra a kérdésre, hogyha elítélik, folytatja-e politikai pályafutását, nem válaszolt. Egyelőre nincsen erről szó, nem tudok válaszolni erre a kérdésre. A tárgyalás később folytatódik, ha Demeter Mártát bűnösnek találják, akár 3 év szabadságvesztést is kaphat.